Nagy sebességgel fordultak be a rendőrök az egyik gyanúsított új fehértói háza elé. Kipattattak a kocsiból a rendőrök és megbirincselték a férfiakat. Ennek a fehér ruhást férfinak a zsebéből több tízezer forintot szedtek ki. Kutyákkal keresték a kábítószert a lakásban. A szőlőlugasban találtak egy öftáskát, abban zacskóban valamilyen fű volt, egy fém dobozban pedig tabletták. Öt embert vettünk őrizetbe kábítószer kereskedelem, kettőt pedig kábítószer birtoklásának megalapozott gyanújával. Az akcióban egyébként körülbelül 200 g amfetamint, speedet és több mint fél kiló marihuánát foglaltunk le. Ugyancsak csütörtökön tégláson is elkaptak egy gyanúsítottat, kirángották a rendőrök a terepjáróból, majd a földre fektették és megbilincselték. A másik rendőr a házba futott be, ott is találtak egy férfit, rá is bilincs került, zsebéből pedig egy nagy kötek 20 ezres került elő. Itt is használtak keresőkutyát. Az ebb először a hálószobába ment be, majd egy folyosói szekrényt vizsgált át, végül a hűtőszekrénynél jelzett. A hét gyanúsított mellett, akiket őrizetbe vettek, kihallgattak 16 olyan szemét is, aki fogyasztott kábítószert.